Krisztus feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Húsvétot ünneplő testvérek, magasztaljuk az Urat énekléssel, a 185. dicséretet énekeljük. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Folytassuk Isten magasztalását énekléssel, a 356. dicséretet énekeljük, felvíratt, áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk.
A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje szól hozzánk, testvéreim, a Márk írása szerinti evangélium 16. részének első 8 verséből így. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt, íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Amen. Legyen Isten áldása az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Dicsőítünk feltámadt Urunkat, Jézus Krisztus! Hódolunk előtted, mert hatalmaddal letetted értünk életedet a kereszten, de hatalmaddal fel is vetted azt. Győztél a halál felett, és ezt sem csak magadért, hanem értünk is tetted. Döbbenten gondolunk bele abba, hogy ha te nem támadsz fel, akkor nem lenne bűnbocsánat. De te élsz, és ezért mi megkaphatjuk kegyelmedből, amire a leginkább szükségünk van. Most is bűnbocsánatot kérünk tőled, és most is elsőrenden ezt köszönjük meg neked. Hálásak vagyunk, Atyánk, mert tudhatjuk, sokszor megélhettük már, hogy nagy péntek és nagy szombat elmúltával húsvét következik. A fájdalom, a mély csend után a kifejezhetetlenül nagy öröm és hála. Ezt szeretnénk a rendkívüli körülmények között is megélni a lelkünk legmélyéig. Szentlélek Isten, kérünk, könyörülj rajtunk, szólaltasd meg most is közöttünk a jó hírt, az élet beszédét, hiszen oly sok terhes hír jut el hozzánk a járvány miatt. Engedd, hogy mégis örvendezhessünk a te kegyelmednek, amely most is igaz. Te adj nekünk visszafogottságot a megszokott ünnepi gyakorlatunkban, ugyanakkor te tégy minket annál nyitottabbakká ígéd befogadására és megcselekvésére. Kérünk, kegyelmedből hallgass meg minket. Amen. Az ige meghallgatására énekkel készüljünk. Thank you.
Kedves testvérek, Isten igéje ma is szól hozzánk, ezért olvasom azt és hirdetem annak üzenetét az ő szent lelkének erejével, úgy, ahogyan megírva található az előbb hallott ige szakaszban, a Márk írása szerinti evangélium 16. részében, a 2., 3. és 4. versekben. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. Amen. Kedves otthonaitokban húsvétot ünneplő testvéreim, a pillanat felvétel, amit mai igénk mutat, az az, hogy két törékeny, gyászban megterhelt asszony igyekszik Jeruzsálemben a temetkezési helyre. Mennek Jézus sírjához azért, hogy elvigyék azokat a temetkezési szokáshoz tartozó, de az Úr Jézus temetkezése gyors intézése miatt elmaradt keneteket, amelyeket az Úr Jézus holttestére szántak. De ez a két jószándékú asszony ebben a helyzetben a lehető legtermészetesebben viselkedik, és ez a természetes viselkedés nem csak ott és akkor valóságos, hanem térben és időben egy világméretű kérdést fogalmaz meg. Ki hengeríti el a követ a sírbolt bejáratától? Ez a kérdés tehát ott és akkor valóban egy megoldatlan helyzetre mutat, egy általuk kivitelezhetetlen feladat megoldására hívja fel a figyelmet, akkor is, hogyha a küldetés világos, a szándék tiszta, és az asszonyok elhatározása egyértelmű. A sírbolt szájánál levő zárókő messze felülhaladja a fizikai képességüket és minden leleményességüket. Csak annyit lehet tudni, hogy azt a követ Arimátiai József helyezte vagy helyeztette oda. És ha most nincs valaki, aki segítsen, hogy elvegye a követ, akkor nincs tovább lépés. Megállás van, tapogatózás van, sajnálkozás van, és egy óriási tehetetlenség érzése uralkodik. De eredmény, jó eredmény nincs. Nem kérdés, hogy létjogosultsága van az asszonyok felsajdulásának, és az sem művi dolog, ha arra gondolunk, hogy tulajdonképpen ez az általuk megfogalmazott kérdés az a mi kérdésünk. Ennek az ott és akkor felfakadó kérdésnek úgy is fogalmazhatjuk egy nemzetközi, az egész emberiség pillanatnyi és állandósult helyzetére nézve érvényessége van. Ki hengeríti el a követ nekünk a sírbolt bejáratáról? Olyan tisztán és olyan egyszerűen nyilatkoznak a húsvéti történet asszonyai, hogy teljesen magunkra ismerhetünk. Ki hengeríti el a követ? Például ki oldja fel az emberi próbálkozásokkal visszatartott, kezelt állapotot, amelyre nézve még mindig nem kapunk megnyugtató helyzetjelentést. Igen, egy világméretű járvány.
És ez komoly kérdés. Ha a magyarországi, a francia, a spanyol, az orosz, az olasz, a német, a brit, vagy az amerikai elnököt egybeültetnék egy terembe, ha összeterelhetnénk őket, ahogyan nem tudjuk, akkor ezekben a pillanatokban a jelenlegi világhelyzetből fakadóan nekik egy közös kérdésük lenne, akár az asszonyok kérdése által megfogalmazott szavakban is, ki hengeríti el a követ? Ugyanis a helyzet az, ahogyan értesülünk a napi híradásokból, hogy ebben a súlyos válsághelyzetben valamit befoltozunk az egyik helyen, a másikon meg kiszakad. Azt halljuk, itt javul a helyzet, ott meg romlanak a statisztikai adatok. Előttünk van az a valóságos helyzet, amelyet egy nagy kő súlyaként érezhetünk. Ez a mi mostani országbeli és világméretű helyzetünk, olyan állapot, amelyen dolgozunk, visszafogottságban élünk, a korlátozó intézkedésekkel tartjuk a frontot, és közben mennek a kutatások, a bevetések, a védekezés lehetséges formái által. De egyet kell értenünk és együtt kell éreznünk abban, hogy egy erőnket, felkészültségünket messze felülhaladó és nem tapasztalt dologban van részünk. Fel is tehetjük a kérdést, hogy ez megtörténhet a 21. század technikai, tudományos lehetőségeivel bíró emberrel. És bárki közületek megadhatja a választ, igen. A kérdés, a mi kérdésünk, ki hengeríti el a követ? De a mai idő alkalmas arra, hogy szent és mély belátásra jussunk, testvérek. Mert ez az asszonyok által megfogalmazott kérdés nem csak a mostani világhelyzetre nézve aktuális, hanem az életutunk során mellénk szegődő kérdés. Az összes eddigi, most létező és még ezután lehetséges bajainkra gondolva, amikor néha mások előtt észrevétlenül hordozzuk a terheinket, az éjszakáinkba is belopakodnak a testi és lelki megbetegedésnek a fájdalmai tünetei, amikor egy-egy családtagunk életalakulása miatt aggodalmaskodunk, a felszínen helyet szorító, életfolytogató kérdés munkaügyben, vállalkozás dolgában, gyermekeink jövője alakulásában odaillik, ki hengeríti el a követ. Hiszen most a viszonylagos bezártság nem a kényelem megtapasztalásának az idejét adja, de szent gondolkodási és elmélyülési időszak lehet, hogy a kő, a bennünket folytogató dolgok, tárgyak, szokások, hitelesített életrend, mozzanatok mennyire folytogatnak bennünket az élet számos vagy netalán minden területén. Ki hengeríti el a követ? Ki válaszolja meg a kérdéseket, és ki oldja fel a helyzetet? Ki oldja meg az emberi próbálkozással megfékezhetetlen kérdéseket? Ki ad megnyugtató választ az élet és a halál dolgában? Azt a kérdést ki válaszolja meg,
azt a követ kihengeríti el, amit emberi kezek helyeztek oda. Az Úrtól való elszakadás első nagy hatásában és azóta örökített módon az emberi természetünknek a minősége, ahogyan ezt az 51. Zsoltárban Dávid fogalmazza, bűnben születtem, és vétekben melengetett engem az anyám. És ennek a folyamatosan folytogató termelvényeinek a legyőzhetőségére kiad nekünk megoldást. Nem vagyunk képesek megküzdeni. Sehol az életünk szakaszaiban és annak a végkimenetelét illetően sem. Mert a követ a húsvéti történetben a szó eredeti és átvitt értelmében valóban emberi kezek helyezték Jézus sírjára. Ami azt üzeni, hogy a bajaink termelői mi vagyunk. Felhalmozódó levegőbeli, vizekben mérhető, a földön és a földbe rejtegetett szemétcsomók, emberi kapcsolataink sérülékenysége, fellazulásai, házassági törések, alkalmi együttélések, egy olyan komplex, kényelmet ígérő életrend kialakítása, amelyben mire észbe kaptunk, kiszorultak az időseink gondozásának személyes lehetőségei. A gyermekáldás megtagadása, a gyermekeink nevelése, akikért élünk, akikkel együtt szeretnénk élni, a gyermekeink nevelése ebben a bennünket becsapó, kényelmet ígérő életállapotban kiszerveződést szenvedett, és végtelenül hosszan sorolhatnánk azokat a dolgokat, amelyek növelik az életérzést, a mostani megtapasztalhatóvá lett valóságot, amely kérdő mondattá sűríti a helyzetünket, kihengeríti el a követ, mert a kő emberi adottság miatt került oda a sír szájához, és a kő bizonyíték azért van ott a Jézus sírjánál a kő, mert az ember fiának szenvednie kellett testi, lelki gyötrelmeket átélni, halálba rogyni, azért kellett, mert azt a követ, ami engedetlenség által Istentől való elszakadásunk gördítette az Isten és közénk. Ezért kellett neki váltságot szerző szenvedésével és halálával sírba is jutnia. Jézus sírján a kő nagy üzenetet hordoz. Tulajdonképpen önmagában véve, az emberi lehetőségeket mérlegelve, az embervilág menthetetlenségét üzeni, a halál borzalmát, az ember tehetetlenségét az Isten igazságos, jogos ítéletével szemben. Tehát az asszonyok kérdése a mi kérdésünk. Ki hengeríti el nekünk a követ? Ki oltja ki az Istennel szembeni bűnös állapotunknak minden hatását? Ki az, aki leszűkíti az Isten és a közöttünk levő távolságot? Felfakadhat egészen személyesen a kérdés ezen a húsvéti ünnepen, személyes és családi csendességünkben. Ki hengeríti el a követ és kiszünteti meg a távolságot, amely fájdalommal és halállal jár?
ki állítja helyre a viszonyunkat azzal az Istennel, aki nélkül képtelenek vagyunk boldogulni és boldogságra jutni itt a földön és az örökké valóságban. Ki segít bennünket abban, hogy a kísértő ingerlését megakadályozza? Ki segít jó belátásra jutni nekünk és fele barátainknak, hogy az egymástól való távolság az annak az eredménye, hogy messze kerültünk az Istentől. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, a húsvét nagy kérdése ez 2020 tavaszán. Ki hengeríti el a követ? És a húsvét csodálatos válasza is megvan ebben az evangéliumban. Amikor felnéztek az asszonyok, azt látták, hogy a kő el van hengerítve. Nem úgy került el onnan, ahogyan oda került, mert azt mondtuk, emberi gyengeség okozta, hogy egyáltalán Jézus a sírban van, az ember bűn tényének az eredménye ez. Nem úgy került el a sírbolt szájától a kő, ahogyan oda tette, vagy oda tetette Arimátia József. És lássátok, azt mondja az írás, a kő el van hengerítve. A bibliai eredeti szöveg szerint nem elgörgetve, emberi erőlködés eredményeként odább tolva, hanem az eredeti kifejezés tartalma szerint el lett dobva. Ez a húsvét hatalmas ereje a feltámadásnak a ténye, amit mi engedetlenségünkkel és az ősi tiltakozásunk eredményeként számtalan bűnökkel odahortunk, azzal szemben Isten felveszi a küzdelmet. A kő el van dobva, el van hengerítve, el van távolítva a sírbolt bejáratáról. Ez a feltámadás külső jele. A Jézus valóságos halálból való feltámadásának a ténye és üzenete, hogy a kő nincs ott. De nem csak a kő nincs ott, hanem Jézus sincs a sírban. És ez a lényeg. A kő csak egy tárgy, egy alkalmi akadály. Az üzenet csúcsa az, hogy Jézus nincs a sírban. Azért nincs a sírban, mert feltámadt és él. A kő minden értelemben el van hengerítve. Kedves testvérek, tulajdonképpen az evangélista Márk csak egyetlen mozzanatot jegyez. A kő okozta tehertétel és a kő elhengerítése között. Így írja az asszonyok, felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Ez a mi aktivitásunk. Ez az aktivitásunknak a lényege. Ezért most ezt kérem tőled ezen a húsvéti ünnepen. Nézz fel, és lásd meg a tényt, azt a tényt, amit az Isten cselekedett fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halála által. Lásd meg, hogy a halál, a kárhozat ügy olyan dolog, amit Isten a kezébe vett. Ezért ne engedjünk a sodródásnak, hanem engedjünk neki mindenben. Felnézni azt jelenti leszámolni a magunk korlátaival, tehetetlenségeivel,
és számolni az Isten halál feletti uralmával. Leszámolni a gyengeséggel, és számolni az Isten erejével. Leszámolni a botladozásokkal, tévelgésekkel, és számolni az Isten megigazító erejével. Mert Isten a húsvéti feltámadásban, a diadalban azt fejezte ki, hogy érdekli az életünk, érinti a sorsunk, a létünk, és valóban kézbe vette, nem csak a földön eltöltött és eltöltendő létünknek a szakasza, hanem a halálon túli létezésünket is előkészítette önmagánál, a menny dicsőségében, ahonnan ide érkezett az Úr Jézus Krisztus karácsonyi születésekor, és ahova visszatért dicsőséges feltámadása után. Nézz fel rá tehát, és lásd, mert láthatod, hogy ő él, érezheted és tapasztalhatod, hogy ő szeret. Lásd meg, az élet aktuális dolgaiban és az élet nagy végkimenetelében is az igazságot, a kő el van hengerítve. Ez határozza meg a jövőképünket, és ez adjon reménységet a mostani e világban való helyzetünkből való szabaduláshoz, és a halálon túli valóságos örök élethez. Amen. Mindenható atyánk, köszönjük, hogy ezen a különleges módon ünnepelt húsvéton arra buzdítasz, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk meg azt, amit te cselekedtél értünk. Kérve kérünk, vedd el értetlenségünket. Törd meg szívünk makacságát, veled szemben tanúsított okoskodásainkat, és vezess lelked által jó értelemre és alázatos bölcs belátása minket. Urunk, látod nehéz helyzetünket, látod alap állapotunkat, hogy milyen kiszolgáltatottak vagyunk nélküled.
Köszönjük irgalmasságodat, hogy életünk egésze Krisztus kereszthalála és feltámadása által a te biztonságot adó erőteredbe kerülhet vissza. Segíts nekünk igent mondani megkeresésedre és közeledésedre. Munkálkodj, hogy szívünk csendjében jó döntés szülessen. Atyánk, az örök életre hívtál meg bennünket, könyörülj rajtunk, és tőled való elzárkódásunk után szabadíts ki bennünket a világméretű járvány okozta bezárkódásból és annak minden következményéből. Áldásodért imádkozunk, országunknak és a világ vezetőinek a számára, hogy napi döntéshozatalaikban helyesen cselekedjenek. Imádkozunk azokért, akik gyászban járnak, akik félelmek között élnek. Betegeket gyógyító hatalmadat árasz ki, fizikai és lelki erődet oszd szét a gyógyító és ápoló szakemberek között. Áld meg a családokat szent, csendes idővel, és társulj az egyedül levőkhöz is. Köszönjük szabadításod üzenetét, a bizonyosságot, hogy a kő el van hengerítve. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot imádkozzuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, gyülekezeti életünk hirdetéseit hallgassuk meg. Adakozásra elkészített alkalom mindig része a református istentiszteletnek. Mivel most otthonainkban követjük az istentiszteletet, ezért korábbi ajánlásunkat tesszük közzé, adományainkat otthoni perselyünkbe gyűjtsük össze, hogy amikor majd legközelebb találkozunk a gyülekezet közösségében, akkor hálaadással adjuk Isten dicsőségére mindazt, amit odaszántunk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt hét során a következő testvéreinket kísértük el utolsó földi útjukon. Nyilas Jánosné született Cene Jolán 85 évet élt, Gönci Sándor 69 évet élt, és Bodnár Miklósné született Ónodi Klára 81 évet élt. Isten vigasztalja meg a gyászoló családtagokat. Hirdetem, hogy az előttünk levő héten kísérjük el utolsó földi útján Szabó Sándort, aki 81 évet élt. A Szígyártó úton lakott temetése 14-én kedden 10 órakor a Borbányai temetőben lesz. Tomasovszki Lajos 55 évet élt, Görgei úton lakott temetése 16-án csütörtökön 10 órától a főbejárati ravatolozóból lesz. És dr. Házi István 65 évet élt,
Kamilla úton lakott. Temetése 17-én pénteken 1 órától a főbejárati ravatolozóból lesz. Az Úr adjon erőt a gyászoló családoknak ezekben a nehéz napokban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a most 10:30-kor kezdődött és közvetített istentiszteletet egyházközségünk honlapján is megtalálhatják, valamint előzetes tervünk szerint a holnapi nap folyamán a Kölcsei Televízió és a Nyíregyházi Televízió is közvetíti istentiszteletünket. Kövessük nyomon az eseményeket és híradásainknak megfelelően, vegyünk részt a lelki életben, gyülekezeti közösségi életünkben. Itt a gyülekezetünkben a korlátozások elmúltával élhetünk majd közösen az úrvacsorával. A ránk következő hétköznap reggelein megszokott módon reggeli áhítatokat tartunk 8:30 és 8:45 között, amelyet interneten közvetítünk a testvérek számára. Holnap is ünnepelünk húsvét 2. napját, 10:30-kor istentiszteletet közvetítünk innen a templomból. Továbbra is szeretettel kérjük a testvéreket, legyenek figyelemmel egymás felé a korlátozó intézkedések idején, telefonon és internetes csatornákon keresztül keressük és bátorítsuk egymást. Rászoruló idős testvéreknek segítséget nyújtunk, kérjük, hogy ezt jelezzék a lelkészi hivatalban. Isten legyen személyes életünknek, családjainknak és egész egyházi közösségünknek őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük az énekeskönyvből, amely a 352. számú dicséret. A 352. éneket keressük ki, és énekeljük Isten tiszteletünk végén.